Bolti eladókkal szembeni alátámasztott követelmények. Ugye első az, hogy legyünk alkalmassak eladónak. Tehát kell egy egészségügyi, és ugye a szakmai alkalmasság sem az utolsó. Tehát nézzük is először az egészségügyi alkalmasságot. Tehát tüdőszűrővizsgálat, ugye évente kell egyébként frissíteni, van-e fertőző betegsége, illetve évente kell üzemorvoshoz menni. Kell egy egészségügyi kiskönyv is, illetve egészségügyi nyilatkozat. És ugye az orvosnál megvan a egészségügyi kartonunk, ugye az üzemorvosnál. Nézzük, beszéljük is meg akkor a szakmai alkalmasságot. Tehát követelmények, ugye a fizikai állóképesség, hiszen a bolti eladóknak árut is fel kell tölteniük, másrészt meg ugye a szakmai ismeret. Tehát megfelelő, hogy legyen a áru ismerete. Legyen egy általános műveltsége. Tudjon szakmai idegen nyelvet, tehát hogyha bejön egy külföldi vásárló, akkor ő vele is meg tudja értetni magát. Esetleg segíteni a külföldi vásárlónak. Technikai gyakorlati tudni valók, tehát a gépek, berendezések működtetését is nem árt, hogyha tudja. Nem árt, hogyha van számítástechnikai ismerete az eladónak. Ugye még szükségesek személyiség vonások is. Tehát szükséges az eladónak, hogy legyen emberismerete, tehát empátia, empátiája. Jó kapcsolatteremtő képesség is szükséges neki. Ugye mind a kollégákkal, mind a vásárlókkal. Jó kifejező képességének kell, hogy legyen, tehát kommunikációs képességének, tehát verbális és nonverbális. Szükséges az eladónak még a tartós figyelem is? Illetve még az eladónak fontos, hogy a magatartására is figyeljen oda. Tehát legyen udvarias, segítőkész, tapintatos, türelmes és legyen önuralma. A bolti eladónak ügyelnie kell még a külső megjelenésére is, tehát legyen ápolt, tartsa be a személyes higiéniát, tehát a GHP-t, munkaruhája mindig legyen tiszta, ugye, hogyha esetleg húspultba megy, akkor sapka, hajfedő, kesztyű legyen mindig rajta, és ugye zárt cipőnek is ö, kötelező, hogy legyen ugye a bolti eladónál, tehát tilos a papucs használata. Munkavédelmi cipő, ugye az áru kipakolás, e, kipakolásakor ha esetleg ráesne itt egy karton tej a lábára, akkor mégis legyen egy acélbetétes cipő, ami megvédi ettől. Ékszerek ugye ne legyen, Ég ékszer ne legyen a bolti eladó munka közben. Se óra, se nyaklán, se gyűrű. Mivel veszélyes lehet főleg a húspultba, hogyha éppen szeletel, szeletelőgépbe kaphatja a nyakláncot, és akkor már is rántja magával a többit. Tehát veszélyes, tehát semmiképp se viseljenek ékszereket, nyakláncot meg órát, amit itt pont látunk a képen, pont fülbe való van rajta, mondjuk ő a pénztárban van úgyhogy úgy még, szerintem úgy még lehet, de a húspultban ez nem megengedett. Tehát húspultban az, hogy a lóg, a fülén egy nagy karikatát ilyen nem lehet. Biztonsági okokból. Ugye mindig meg kell mosni a kezünket bármit is végzünk, mint egy konzervpakolás után kezet mosunk, menjünk tovább, mint a vegyáróra. A vegyárot kipakoltunk kezet mosunk menjünk a zöldségre például. Tehát mindig a kézmosás. Főleg, hogyha húspultba beállunk, és ott vannak a vásárlók, akkor meg nem csak azért kell kezet mosni, mert amúgy is a HACCP, tehát a Hazard Analysis Critical Control Point a leírja, hanem azért is kezet kell mosni, hogy lássa a vásárló is, hogy mi betartjuk a higiéniát. Ma az elijeszteti a vevőt, hogy látja, hogy mit tűnj, a vegyi árut pakoltuk, aztán beállunk a húspultba és szolgáljuk ki őt. Tehát ez a vásárlónak se jó, meg nekünk se, meg az üzletnek. Senkinek se jó. Tehát tartsuk be a folyamatos kézmosást. Illetve a húspultban, hogyha sokáig van rajtunk egy kesztyű, érdemes lecserélni, hogy lássák, hogy azzal is törődünk. Tehát nem mindig ugyanazzal a kesztyűvel. Tehát azt is cserélni kell. És nagyjából a eladókkal szembeni követelmények ennyi lett volna, Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!